Sziasztok, Déri Kriszti vagyok, coach. Ha nem ijedtetek meg rögtön az első körben, akkor megígérem, hogy tartalmas lesz ez a virtuális közös gondolkodásunk, meg egy közös beszélgetés. Mert a coach szó maga egy picit már ijesztő, hogy is ma Magyarországon standardizálatlan körülmények között mindenki coachnak mondhatja magát, én magam is azt mondom, hogy egy kiflit kihajítok, és három coachot fején találok. De mégiscsak hiszek abban, hogy a coaching az egy kiváló dolog, és kiegészítése lehet a tulajdonképpen a pszichológiának, illetve mindenféle stratégiai tanácsadásnak. Mire alapozom ezt a gondolatomat? Mert tudósok vállain állva a design gondolkodás alapú tanácsadást hoztuk létre. A design gondolkodás egy 21. századi disziplina, a természettudomány és a bölcsésztudományok mellett egy új kategória, ami maga is még picit gyerekcipőben jár, és nagyon sokszor belecsúsznak abba a hibába az emberek, hogy régi módszereket leöntsék ezzel a sziruppal, hangzott szóval, hogy design gondolkodás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy innovátor módjára felelősségem van abban, hogy közreadjam azokat a minőségi gondolatokat, amit valóban design gondolkodásnak nevezhetünk. Mégpedig olyan formában szeretném ezt tenni, hogy akár egy gyerek is megérthesse, és hát persze felvállalom ennek a következményét, hogy holnaptól már minden tanácsadó, akik eddig coachokat, mediátorokat képeztek, ugyan ismereti szakembereket, mentorokat, stb. Rögtön átérnek a design gondolkodásra, mert hát ez egy nagyon jó új szó lesz a számukra. Hát az innovátorok sorsa már csak ez. Úgyhogy maradjunk abban, hogy fölvetek kérdéseket, és akkor abból megvizsgáljuk, hogy tényleg mit is jelent az, hogy design gondolkodás. Legelőször is a dr. Kollár József írását szeretném felolvasni nektek. Azt hiszem, hogy ez jó alap lesz arra, hogy elkezdjük ezt a témát, és hétről hétre, napról napra közelebb kerüljünk mindannyiunk boldogulása érdekében. Azt szeretném, hogyha megértenétek, hogy a design gondolkodás nem csak egy biznisz, hanem segít a munkahelyen, segít a mindennapokban, a gyereknevelésben, a párkapcsolatban, a körülöttünk állókkal való könnyebb egyetértésben, vagy szótértésben, egy esztétikai élménnyel eltöltő tervezői gondolkodás maga. Szóval, hogyha kinézzünk mondjuk a ablakon, akkor vajon szétnézve, alaposan tanulmányozva a környezetünket, design gondolkodás ez. Elgondolkodom a természet szépségén. És boldog vagyok ettől. Vajon ez már önmagában design gondolkodása? Szóval jöjjön itt most a dr. Kollár József írása. Ne felejtsetek el a Wikipédián utána nézni az ő személyének, munkásságának. Mert ahogy Plé Csaba mondta, különös nyereségű a magyar szellemi életben. Ha hiszünk abban, hogy egy teremtő alkotta természet részesei vagyunk, akkor egy terv visszafejtést használó mérnök módjára dizájn alapállást vehetünk fel vele szemben. És csodálhatjuk a terv szépségét. Hasonlóan járhatunk el akkor is, ha nem vagyunk vallásosak, és a természet adanya leleményes, barkács tevékenységének, a természetes szelekciónak extravagáns ötletei után nyomozunk. Mivel egyik vagy másik terv részei vagyunk magunk is, önismeretünk fontos része lehet énünk, design szemléletű megközelítése. A külső és belső természettel való találkozásunk során mesterséges eszközöket veszünk igénybe, hogy a természet, illetve a természetünk vadságát magunkhoz szelídítsük úgy, hogy vad szépsége is megmaradjon, de minket se érjen kár.
A legfőbb mesterséges eszközünk, amelyel a vad és a szelíd határára merészkedünk, a nyelv. A designer ebben az egyszerre építő és romboló, pontosabban építve romboló sávban helyezkedik el. A vad ötletek és a megszelídített gondolatok designer nyelvének frontvonalán állunk. Eszközei akár egy ásó vagy kapa, akkor kézhez állóak, ha sikerül velük úgy feltörni az információs társadalom motorján látható természet ugarát, hogy új virágzó ötletek termőtalajához szolgáljon. Például az iPhone, amivel a sorokat szántom, segít abban, hogy kiforgassam a nyelv dizájnjába rejtett természetes gondolataimat. A dizájn gondolkodás tehát nem más, mint határsértés az építő rombolás révén. A kreatív destrukció kultúrájának tovább nemesítése, szelíd motorozás a vad természetben. Ezeket a gyönyörű sorokat fogom én értelmezni a továbbiakban. Gyertek velünk, tartsatok velünk. Nagyon érdemes.